Áve jó népek! Üdvözlök mindenkit! Adjunk még egy pofont a szarnak, én azt mondom, ismét Spanyolországgal vagyunk. Ezúttal megpróbáljuk meg is nyerni ezt a nyomorult polgárháborút, kerüljön bármilyen. Ja, szóval nézzük is. Melyik volt az? Ez volt az, ugye? Great Spain, jó. Fókusz. De most nem építek semmit, emberek. Nem építek új gyárakat. Abszolút. Nem fölösleges, de nem akarom meg az ellenfeleimet erősíteni ezzel. Ha esetleg elfoglalnák, úgyhogy... ja. Jó, és legyen egy nem ágyú, hanem Land Doctrine, mégpedig a Superior Firepower még mindig, az a legjobb. Na, ügynök, csinálunk egy agency-t, ez továbbra is a Spanish Inquisition nevet fogja viselni, Inquisi. Dion. Jól írtam, jó. Create Agency 30 nap. Na. Most jól fel fogjuk futtatni ezeket a... ezt az agency-t. Legalábbis én úgy tervezem. És nem tudok... aha, tehát template-eket nem tudok változtatni, gondolom várni kell, amíg a spanyol polgárháború event lezajlik, ami szomorú. De hát ez van, szóval. No, ez nagy... ó, hogy itt van, hogy ki melyik oldalra szimpatizál. Vagy hát te igazából csak annyi van, hogy melyik táborok szupportálja a nacionalistákat. Na, akkor viszont... nem tudom, hogy kit kéne választanom. Na, legyen ez a José Maya. Ez a nagy kövér kopasz Harry Potter fejű ember. Erre nincs elég. Ilyen nem? Jó, hát akkor... defenzeljünk areát, aztán kész. Gyakorlat az nem gyakorlatoztatok, mert nem akarom fölöslegesen veszíteni az equipmentet. Legyen meg, az a lényeg. Great Spain. Jó. Spanish Inquisition megalakult. 25 nap múlva lehet is egy ügynökünk, addig menjünk rá a kriptológiára. Ugye ez az ilyen titkos írásokkal foglalkozó feltörés, titkosítás. Ó, de jó. Egyre népszerűbbek a fasiszták. Már itt nem jó. Tábornokok lojalitását igyekezzünk megszerezni. Amúgy még tényleg nem, még mindig nem tudom, hogy min múlik, hogy én kit támogatok, mert ugye a régi verzióban ott, hogyha spanyolokkal voltam, akkor nekem kellett választanom, hogy én most a republikánusokat vagy a nacionalistákat akarom-e irányítani. Nézzük, melyik gémünk legyen. Infiltration Risk, Natural Orator. Jó hangzik. Boost, Stage Cup Cost. Hát, legyen ilyen biztonsági játéknak Vicente Cano. Vagy Vicente, nem tudom, hogy kell spanyol a C-t ejteni, vagy spanyol nyelven. Ja, igen, még mindig mint a Department. Jó. Legyen... Suicide Spills. Gyilkos tablettek.
Is tudom, mi legyen. Radio Interception Group. Ja, legyen az. És nagyon rámegyünk erre a kriptológia dologra. Úgy érzem, hogy kelleni fog. Infrastruktúrát egyenlőre. Sőt, semmit nem építek emberek. Abszolút semmit. Igen, ugye a kormányba nem tudok berakni embert, semmit nem tudok csinálni gyakorlatilag. Csodálatos. Na mindegy. Ezzel kell beérni. Akkor... Primo de Rivera speech. De én nem akarom, hogy a fasizmus felé terelődjön az emberek véleménye. Micsoda? Mit? János Gálic. Ez valami magyar ember. Ó, Isten. Na, zúzzuk le sztrájkokat. Vagy valami olyasmi. Negotiate Carlist support. Aha, és úgy. Lehet minden később szabadul fel, na mindegy. Radio Detection Group, vagy micsoda. Antipartizán, passzív védelem, blueprint stealing, localized training centers, enemy nationality recruit chance, occupied friendly nationality recruit chance, occupied recruitment chance, nem tudom, hogy ezek mit jelentenek. Ott, tehát mindenféle külföldi nációjú embereket is be tudok itt toborozni. Aha. Értem. Hogy ilyen Army Department kellene fel a katonai hírszerzés. Csak kérdés, hogyha én ezeket itt most kikutatom, vagy kifejlesztem, vagy kiépítem, akkor ezt most én fogom megkapni. Vagy ugye ez marad Spain-nél, vagy ezt viszem át majd arra az oldalra is, amit ugye át fogok venni a polgárháborúban. Nem tudom. Mindjárt mondjuk a templétekhez se tudok hozzányúlni semmilyen szinten. Külön öröm. Reassign disloyal leader. Concessions to the left. Hát... nem tudom, nem tudom, hogy mit tudnék. Milyen opciókat tudnék kiválasztani azért, hogy minden jobban járjak majd. Na mindegy. Na, mi történik? Etiópiát elfoglalták ezek a szerencsi csomag olaszok. Kis mindenféle küszködés árán. Van mit visszapótolni, felszerelés basszus. Bőven. Secure the Northern Garrisons. The nationalists will begin the civil war in control of these provinces as long as their garrison control in them at least weak. Tehát amíg úgymond itt a
Kontrolljuk Vic. Nationalist Spain. Asturias. Nationalist Spain. Nem egészen értem, hogy ezzel mit akarnak mondani. Ugye itt már baszkok vannak Bilbao-nál. Navarra. Katalánok. Ugye a régi Aragónia. Marokkó. Nem van pár ország, amit el tudnék engedni. Mindegy, toljuk tovább ezt. Lehet, hogy nem ezt kellett volna, hanem inkább megvárni ezt a Supremacy of the Communion-t. Csak ez nem tudom, hogy mikor oldódna fel. Ja, aha, tehát itt már meg kell kezdődni a polgárháborúnak, hogy ez elkezdődjön, hogy így be tudjam rakni. De az is érdekel, hogy mennyit fogok megkapni a hadianyagból, amit itt most felhalmozok. Next end this in about the time at concessions to the left. Ok. Swear loyalty. Nationalist sympathize. Political assassination. Ugye legyen egy olyan. Nem tudom, hogy mit csinál, de most megtudjuk. Military plot. Tényleg, amíg ugye legalább a régi versenyben kiszámítható volt, hogy ki mit fog uralni, hány hadosztállyal fog indulni, kik lesznek a supportjai, addig ezek az ilyen... Na basszus. Addig az ilyen... mindenféle eventek meg fókuszok miatt abszolút most már képlékeny, hogy melyik frakció, mely az ország, melyik területét fogja kontroll alá vonni az elején. Meg hogy milyen új frakciók jelentek meg, ugye ez múltkor megjelentek ilyen mindenféle ilyen. Na! Akkor is ezt nyom, mondjuk... És megint nacionalista vagyok, de nem tudom, hogy ez mind múlik, esküszöm. Fú, hány hadosztályom van most? Sok. Akkor 20, 24, a maradékot pedig bevonom. Szóval, a maradékot jelen azokat, ha kiosztottam, akkor ti vegyétek át ennek a frontnak az ellenőrzését. Tehát én megpróbálok, hogy jelent egy pár egységgel már most ahol tudok előre nyomulak. Ilyen USK, mit tudom én. És ezek ilyen nagyon under-equipped egységek, úgymond. Sajnos. És itt ezeket itt be is támadom, hogy lefoglaljam őket. Gyerünk arra, ti támadjatok majd. Ti próbáljátok bejutni oda. Így. Ó, de basszus, de hülye vagyok. Rossz egységek. Aj, ne. Ó, bassza meg. Jó, a lilák azok mehetnek, a zöldek nem. Inkább őket rendelem ide, és ami zöld itt van, azokat meg ide. És
akkor így már is jobb a helyzet. Kevesebbet kell majd mozogni az egységeknek. Ti ide. Ti ide. És még ti is. Jó, így ha minden igaz, akkor... azok meg majd odaérnek, ha sietnek. Ja. Hú, hát azt hiszem, hogy kit rakjak be, meg hova. Talán inkább egy katonai úriembert rakok be először, vagy kettőt. No compromise setup. De én most kárlista vonalat viszem. Nem értem. Nem értem teljesen, erre lehet, hogy szentelek némi időt. Videón kívül. De mindegy. Most foglalkozunk azzal, ami a dolgunk. Nyerjük meg a háborút. Falangista. Kárlista, na! Most már kárlista lett ez a... ez a félszemű. Ő is kárlista, akkor ő lesz a fő ember, te pedig mi vagy? Te neked tök mindegy, ki a gazdád, ezt már szeretem. Na akkor lilák. Zűdek pedig. Itt ha minden igaz, rá fognak lázadni a baloldali aragóniai biztonsági regionális tanács, hogy mi a Töcs nevű frakció a republikánusokra, úgyhogy én itt azonnal... nem, azonnal azt mondom, hogy itt nem fog nagy hangsúlyt kapni az, hogy... milyen hadműveletek lesznek ott. Na mindegy. Meg kéne próbálni, hogy nem elni ezúttal a... ezúttal a háborút. Én azt mondom. Olyan értelemben, hogy... na, ott már ki is fogytak az utánpótlásról, ha minden igaz. Legalábbis remélem kifogytak. Mármint kifogynak, mert ugye elvesztették a kikötőt. Jó. Tehát remélem nem fogom megint ilyen clusterfuckba fullasztani a háborút itt éjszakon, vagy hát ugye általában. José Sanjuro meghal. Ki a tököm az a José Sanjuro? Ja, az a főember. És most lett a military junta. Ja, jó, oké. Jó tudni. Gyerünk arra. Remélem ezeket itt hamar fel tudom számolni, mert ugye most már nem kapnak tengeri úton erősítést, meg felszerelést. Jó, megvan az is. Ott hamar be fog sülni, hogyha két helyen próbál egyszerre támadni, meg védekezni. Na, megjöttek a németek, de egyelőre inkább a Rivierán napoznak, sütkéreznek. Megjöttek az olaszok is. Nagyon jó. És az olaszok vissza is mondták a Land Lease-t. Mert hát minek az, gondolták. Közben, kém! Hova lett a kémem? Újat kell toboroznom? Rescue operative cost, tehát az ügynök kimentés, igen. Infiltration effectiveness, Alejandro Munoz. Téged el is küldünk Madridba. És építs nekünk ott hálózatot. Kérlek alássan. És valamint még el is kezdünk. Tényleg most hogy állok az iparra? Van kettő kemény gyárom. Ágyúból van 60. Jó, azt hiszem maradok a puska
gyártáson. Másnak úgy gondolom nincs nagyon értelme. Concentrated Industry, hát legalább több fog készülni. Igen, ezt most anyagoljuk egy kicsit, ágyukkal felesleges foglalkozni. Infantry equipment, tudom, hogy ahead of time, de muszáj vele foglalkozni. Akkor támadjuk mi is, mondom, támadjuk Bilbao-t. Ezek itt elég, de ez már megint az a bullshit, ami már múltkor is őrületbe kergetett, hogy úgy van rohadt nagy supportjuk, meg equipment, meg mindenük, hogy itt nem kapnak erőt, nem kapnak felszerelést. De a múltkor is őrületbe kergetett. Ez a baromság, hát bocsánat. Ezekkel is elkezdjük őket betámadni. Jó. Nem vagyok benne biztos, hogy nekem itt... hogy nekem itt... kell most fókuszokkal foglalkoznom, de hát... Ja, tehát értem, tehát a kárlisták, miért mondok kárlistát? Károlyisták, basszus. Na, tehát a károlyisták... Most itt szövetségre léptek a falangistákkal. Csak amíg a falangisták úgy nacionalisták, hogy nem akarnak királyságot, addig a károlyisták úgy nacionalisták, hogy királyságot akarnak. Értjük a logikát? Tehát nacionalisták így tevődtek össze. Úgy volt még 5 millió különböző front, de mindegy. Mármint ilyen milícia, meg frakció. Mindegy, ezt meg betoljuk. De miért nem vonulok be erre a repülőtérre? Oh. Oh. Hát, vajon miért? Gyorsan ők vonultak be a repülőtérre. Na. Én szerintem ide nem fog... Inkább átcsoportosítok. Ide hozok 4 hadosztályt. Ja. Ti inkább menjetek át oda. Ott talán nagyobb szükség van rájuk. Ez zseniális ember. Ami itt zajlik, az példaértékű. Hoppá. Tehát ha minden igaz, akkor jönni fog majd így ilyen szakadás, csak nem tudom, hogy ahogy... Tehát én végig a károlyista vonalat erősítettem, és... És úgy jött az a szakadás, hogy maradtam nacionalista. Ja nem, károlyista lettem, és a nacionalisták szakadtak ki, tehát a falangisták. Aj, emberek. Borzalmas ez a spanyol polgárháború. Már nem csak emberileg volt borzalmas, de még ilyen ideológiailag is egy káosz lehetett. Hát de legalább annyi frakció volt, hogy mindenki megtalálhatta maga számításait. Mondjuk. Ezt itt talán már sikerül majd felőrölni. És akkor őket is áttolom majd délre. Az olajzöld fronthoz. Ezt kikutatom, ez talán nem lesz veszélyes politikailag. Tudom, hogy elég kevés influencet kapok, vagy political power-t. Ó, portugálok, küldjetek, gyerünk! Segítsetek! Elfogadom, na! Akkor titeket is küldelek a Daily Frontra. Ja, igen, már hozzá is rendelte őket, zsír. Akkor egyszerűen csak kiszélesítem. Jó. Mondjuk elég seglassan haladok, de mindegy. Na, itt látjátok, hogy van 32%-os Intel Network Strength-em, itt a Madrid környékén. És itt látjátok, hogy
be tudnék szivárogni civil adminisztrációval, mit tudom én, tehát ennyi százalék erő kell hozzá. És itt van, hogy ennyi ügynök, tehát ehhez két ügynök kéne és 35 százalékos Intel. Ja, de nekem nincs két ügynököm, ezért nem tudom végrehajtani ezt a feladatot. De azért inkább tovább is fejlesztem az ügynökséget. Spanyol inkvizíciót. Na. Reméljük Bilbao is meg lesz hamarosan. És akkor nyomulhatunk majd. Talán délre. Jó, megvan Bilbao. Akkor teljesen kiszélesítem a frontot a riláknál is. Ajaj, 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 ajaj. Úgy érzem, hogy ezt hogy ezt itt szúrtam el a múltkor is. Emlékszem, nem tudom pontosan, hogy mit csinál az event, de úgy érzem, hogy ez nem volt egészséges. Na de mindegy, ez csak az én véleményem, nem tudom, hogy még mindig igazából, hogy működik ez a program. To be honest. Minden esetre jól állunk, az biztos. Egyelőre jól állunk. Mondjuk az lenne jó, hogyha még ezeket az ilyen észak-afrikai hadosztályokat át tudnám tolni. Na most. Most mi a fene van? Egy ekkorára szűkült le a fókuszfa. Csak ekkora. Resistance suppression. Egy ilyen állandó fókusz dologva inkább, mint hogy itt tovább vágjam magam alatt a fát. A déli fronton talán látok némi előretörési lehetőséget, megmondom őszintén. Úgyhogy lehet, hogy be is próbálkozok majd. Nem sokára, csak őket megpróbálom átszállítani La Coruñába. Csodálkozik, hogy nem támadnák be őket valami konvoja, tengeralattjárók vagy valami. És nem. Így viszont őket hozzárendelem a Lilához. Őket is. Valami nekem repült valami rovar. Jó. Kezdjük ezt. Érünk emberek, szedjük a lábunkat. Szerintem délen előre tudnék törni. Mindig ekkora volt a területem? Nem, szerintem itt előre is törtünk. Lehet, hogy valamelyik ország önkéntesei mentek előre. Most én te seglassúak vagytok, na mindegy. Próbáljuk meg valamit előre nyomulni. Lehet, hogy hülyeség lesz, de nem érdekel. Ennyi már kell. Beszállnak a lilák is. Hát ha. Úgy már el tudunk érni valamit. De az is lehet, hogy nem. Lifelong Carlist. Nem tudom, hogy bemerjem ezeket tolni. Gondolom őszintén. Viszont a Volunteer Only-t feltolom, akkor Limited Conscription-re. Mert félek, hogy elfogyok Manpower-ba. Szerintem nem tenne jót senkinek. Aha, azokat szovjet páncélos hadosztályok szupportálják éppen. Hát emberek, ez egy elég álló háború szag van itt.
Megmondom őszintén. Ugye megváltozott ez az Intel Ledger is. Ezt tudjuk a katonaságra. Hogy milyen típusú hadosztály van, milyen... Na mennyi van nekik, milyen stockpile, tehát milyen felszerelésekkel rendelkeznek. Hát egyértelműen több ágyúval rendelkeznek, mint én. Mert én jelenleg nem gyártok ágyút. Szóval úgy nem nehéz, viszont lehet, hogy meg kéne próbálni ágyút gyártani és fölépíteni egy-két fegyvergyárat a birtokolt provinciákban, vagy state-ekben, nem tudom, hogy itt mi a neve ezeknek. State, akkor state. Abszolút nincs előretörés. Semmi. Nem tudom, mit tudnék csinálni. Leállítom a támadásokat, fölösleges erőltetni. Nincs elég felszerelés. Ágyú kell, az a baj. És 8 darab van ágyúval. Ez már majdnem elég. Valamire. Mi lenne, ha én csinálnék egy olyat? Bocsánat, tehát mi lenne, ha csinálnék egy olyat? Hogy a lilákat teljesen áttolnia. Na! Anarchist Uprising in Spanish Civil War. Ugye ez, az aragóniai védelmi tanácsunk egy olyan dolog volt, ami ennek is ma olvastam utána, ami hát egy elég ilyen radikálisan balos társaság volt, tehát de nem volt a kormány, tehát nem volt egy önálló, nem volt egy központi kormány, tehát nem volt kiszervezve semmi központba, hanem mindent ilyen összeálltak ilyen városok, és akkor gyakorlatilag ilyen helyi szinten, hogy mondjam, tehát abszolút alulról szerveződve, kisebb közösségekben, abszolút mindenféle önkéntesünk, amit én ilyenek, így szerveződött ez a aragóniai védelmi front, vagy a rák ennek a neve. Csak ugye, ezek nem baszogatják egymást, sajnos, na mindegy. Csak ugye ez már a kommunista, hogy ugye baloldali Spanyolországnak is elég, hogy túl baloldali és radikális volt. Ezért gyorsan szupresszolták is szépen ezt a mozgalmat. Így, hogy így önálló frakcióként nem alakult meg. Soha. Úgymond. Mint itt a játékban, tehát ott még úgymond időben léptek. De hát hiába. Ó, ott valami előretörés! Történt. Az, hogy én abszolút nem érzem úgy, hogy tudnék előre nyomulni. És ez szánalmas. Nálam eddig ebben a háborúban, ugye ebben most egy ilyen új háború lehet. Nálam eddig ebben a háborúban meghalt ellenük összesen 26 ember, náluk meghalt 850. De úgy látszik, ezek bénábbak, mert... Na várjunk csak. Na próbáljunk meg egy... ilyesmit, hogy... Opa. De miért így próbálod, te anyaszonrító vajon? De miért onnan akar indulni a támadás? Ez hülye. Nem értem. Jó, akkor egyenőre ennyit. És megint onnan akar indulni, mi a halál van? Innen akarnak kitámadni, de mi a szarnak? Jó, tök mindegy.
kijelölöm ide egyenlőre 6 hadosztályt, aztán kész. Valamit csináljanak. Nem érdekel. Kína, abszolút. Már bocsánat. De nézzük, hát ha ott könnyebb lesz előre törni azon a fronton. Hát egyenlőre úgy tűnik, hogy tényleg. Stack wipe-oltunk egy szovjet páncélos hadosztályt, ezt jól láttam. Ezek nagyon alacsony az organizációja ezeknek a aragóniai hadosztályoknak. Túl alacsony. Nem mondjuk annyira nem, hogy a hegyekből ki tudjon purgálni őket. Na mindegy. Lényeg, hogy hogy a fő fronton ugye a republikán, vagy hát a spanyolok ellen egy büdös centimétert nem tudok előre haladni. Ez az, ami számít. Amerikai függ... Ó, oh, bassza meg. Jaj, ne már! Aj, ne már! Aj, ne! Ne már megint! Aj, Istenem! Verjen meg az ég téged! Ah. És a Harry Potter izé is lelépett. Aj, Istenem! A szart csinálják már megint! Álljon meg mindenki! Álljon meg mindenki! Ez melyik most? Ez a lila, jó? Ti menjetek oda! Itt nyissuk össze a frontot! Vagy esélytelen lesz, tehát két hadosztályt minimum el fogok veszíteni. Ah. Zöldek még ide! És próbáljunk meg arra felé hódítani. A lilákkal meg... Hát azokkal meg ugyanígy erre felé. Jaj, úristen, hát ez nem hiányzott. Mit csinálok rosszul, azon gondolkodom. Tehát mi lehet a rossz taktika itt, úgymond a stratégia? Nem tudom. Fogalmam sincs. Hogy mit csinálok rossz, megpróbálok gyorsan bevonulni Bilbaóba. Jó, elfoglaltam. Hozzá meg azt a repülőteret kéne valahogy ártalmatlanítani. Na, Isten, szerencsétlen macska ki akar menni. Pillanat. Na tehát bepróbálok ilyen, megpróbálok annyi területet visszaszerezni, amennyit csak tudok, és olyan gyorsan, amennyire gyorsan csak tudom. De rohadtul nem lesz meg, az a baj. Még azokat megpróbálhatnám körbe zárni, akik ott éjszakon vannak, és nem sikerült. Jó. Ezeknek inkább ide kéne jönnie. Ajajaj. Úristen. Ezt csak foglaljuk, várjál, na végre, jó. Most talán, megkockáztatok egy talánt, hogy nem állok annyira szarul, mint legutóbb.
De ez tényleg egy óriási talán. Megpróbálok Leonba benyomulni. Most már láthatóan gyorsabban haladnak az embereim. Gyerünk Ovidéóba. Ó, basszátok meg. Na, bocsánat. Jó. Maradjunk csak itt. Megpróbálom egy, max. Két hadosztályjal végigfoglalni ezt a részt. Atyék, akkor lyukat tátonganak itt a fronton, hogy öröm nézni. Mármint nem. Jó, ekkorát még talán tudnak ellenőrizni. Tehát el kéne foglalni, support weapon, a legjobbkor. Ti jöttök. Most az jó lenne, hogy ezt tudnám, hogy ezek itt éppen melyikhez tartoznak. Támadásba lendültek közben délről, és ez nem tetszik, megmondom őszintén. Néhány hadosztályt megpróbálok innen éjszakra kisöpörni. Ennyitek a francba! Jó, mindegy, elfoglalom azt. Azokat mit csinálnak? Nem tudom. Siralmas. Siralmas a harcértéke ezeknek az egységeknek. Na mindegy. Wow! Jaj, olaszok meg izék! Jaj, Istenem! Na már. Jaj, megjöttek a rohadt... Jaj, Istenem. Jaj, mit csináljak? Nagyobb baj. Ágyum nincs, fegyverből meg alig van. Csak még szebbé teszi a dolgokat. Jaj ne. Át kell tolnom. Még pár hadosztályt oda. Nincs mese. Hogy áll a kém? Van 100%-om. Operatív, vagy új ügynököt nem tudok betoborozni. Iparom nincs, hogy fejlesszem a infrastruktúrát. És nem tudok végrehajtani hadműveletet sem. Ja. Gain Intel Network, gyerünk. Megpróbálok benyomulni La Coruña-ba, lehet, hogy baromság lesz, és úgysem működik. De meg kell, védik, akkor vissza. El fogják vágni az utamat, haj, de milyen vagyok. Miért csináltam ezt? Tudtam, hogy nem fog működni. Ah, Istenem. Jó, akkor ezt feladom itt ezt a frontot. És hagyom, hogy... Ha nem, ezt itt simán hagyom. Hagyom, hogy itt befoglalják. Foglalkoznak ők vele, nem érdekel. Nem, ez nem éri meg. Nem éri meg. Elfogták az ügynökömet. Miért csináltak ilyet? És az a jó, hogy a kimenekítéshez választom ki egy ügynököt, hogy ki fogja megcsinálni, csak egy ügynököm van, az, akit elfogtak. Jó, kezdjük el előkészíteni a műveletet, hátha alapon
Mondjuk, hogy vannak ilyen besorolatlan hadosztályaim itt. Páran. Ó, Isten. Na jó, sikerült talán szekűrölnem az országnak egy részét. Hát, szóval nem jók a kilátásaim. Megmondom őszintén. Talán itt el kéne vágnom őket. Sikerülhet? Nem. Jó, akkor nem erőltetem a dolgot. Meg ne fognak enni reggelire. Hogyha ez a rész pedig ott elesik, akkor nekem ott reszeltek. Sajnos. Isten, ilyen átokverte izét, mint ez a polgárháború itt. Semmi értelme nincsen konkrétan. Na jó, legalább ezt a benyomulást ezt sikerült ugye, hogy megszüntetni. Hát jó, de akkor így most legalább nyíltan lehetünk királypártiak, ami jó. És én nyíltan leszek királypárti. Mi lenne, hogyha én elmennék arra? És szépen befoglalnám Barcelonát. Ez mit szóltak, kedves anarchisták? Kapituláltak az anarchisták. Jó van, jó, legalább ennyivel kevesebb van ellenfélben. Gyorsan gyerünk, rendeződjünk emberek, annyi területre be kell nyomulni, ahol amennyire csak tudunk. Hú, viszont itt most lehet, hogy fel tudok szabadítani némi helyet a liláknak is. Hú. Tyrellbe bevonulunk, ha tudunk. Jó. Elég lassan haladnak az embereim, sajnos. De, ahogy a tisztelt játék mondta, we are making progress. Ó, itt van egy haldokló német hadosztály, gondolom még ezt is nehéz lesz kicsinálnom. Hát persze, hát ne. Miért ne? Nem bírok egy nulla organizációjú német hadosztállyal elbánni. Az jó. Na de, lilák! Próbáljunk meg majd egy ilyen támadást levezényelni. Szereztem gyárat? Ha egyet szereztem, hogy újra beindult a tüzérségi egységek gyártása. Ami talán jó hír. Oppáré, oppáré. Nacionalisták nagyon begőzöltek. Ez not cool. Átvezénynek oda egy hadosztályt, jó? Talán megtöri a lendületet. Hoppáré. Itt meg betörtek. Vannak ilyen... nincsenek. De vannak. Van két el nem helyezett hadosztályom. Jó, őket hozzárendelem a zöldhöz. Nagyon támadnak. Sajnos a spanyolok, meg a szovjetek újra lendületre akarnak kapni. Spanish Directory, pedig basszus, elég lenne La Coruña-t elfoglalnom. És már tudnék valamit csinálni. Az a baj, csak ilyen terrömentesítő támadásokra vagyok, jó?
Semmi másra. Viszont zöldeket én amúgy, vagy hát hogy mondjam, ezt a liba, vagy olajzöld hadosztályt, vagy hadcsoportot abszolút nem érzem támadásra alkalmasnak. Megmondom őszintén. Infantry expert. Te pedig offensive doctrine. Organization first, charismatic. Nem tudom mennyit tudok. Ó, charismatic, akkor azt is. Jó. Oké, talán egy hangya fasznyival jobb lesz a támadó értéke az embereknek. Nem tudom, a lilák valamilyen nagyon gyengék. Na, ja, tiszta, ezek csak milíciák, ugye, tehát semmi reguláris. A regulárisok inkább az olajzöldben vannak. Sajnos. És nincs nyersanyagom, vagy egy felszerelésem, hogy tudjak toborozni, az a baj. Ez borzalmas. Egy kinkeserves. Egyszerűen angolokkal megpróbálom növelni a jó viszonyt. Azok is ilyen királypártiak talán akkor küldenek némi felszerelést, ha tudnak. Ja, Isten, valamit csinálnom kell. Jó, ott van, van kis progressz, azt látom. Nagyon kicsi az van. Most nem merek tovább nyomulni, mert hát ha megint elkerítenek és megint veszítek egy hadosztályt, azt még nem akarom. Mobile defense. Az mit ad? Növeli a védelmet értelemszerűen. Legyen ez. Rövid távon jobb lett volna most a másik technológia, de nem akarok körökre a support ezredektől, vagy ugye a support batalionoktól függeni. Na, talán most van valami előre nyomulás emberek, valami kis remény, remény szagot érzek a levegőben. Megmondom őszintén. Huha, 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 ilyet ne csináljunk emberek, ez szar vicc. Visznek is szar. Ne hagyjunk lyukokat a fronton. Construction 1. Csak az, hogy most az erőltetett támadás itt folyton, de ezrével veszítem a felszerelést, ja. Ez nem fog örökké kitartani. Ez a lendület, mondjuk ezt a beszögellést itt még jó lenne megszüntetni, utána le is állítom a támadást szerintem. Ha ez megvan. Ha meg lesz, ugye? Ajaj, visszafoglaltak egy területet. Bassza meg. És most ők nyomulnak előre éppen. Á, ne! Ne, 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 ne! Bazd meg! Jó, abszolút be kell állni védekedésre, ez így nem... Nem fog működni, Tyrell-vel is kivertek. Vagy ez volt az enyém egyáltalán? Nem tudom, bassza meg. Na, ne, 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 emberek, ne! Há, ne, el fogják foglalni azt is! Majd csesszétek meg! Kivonulok onnan akkor. Legalább megmarad a morál, talán valamennyire. Büdös csáva már, bocsánat. Elkiabáltam a dolgot. Rottuk kéne felszerelés, de nincs. Jó, leszarom az ágyukat, nem gyártok ágyút.
Se hülye hajókat, nincs szükségem hajókra jelenleg. Csak puskát. Ezek nem tudom mire jók. Tehát itt jelzik, tudok valamit csinálni, de nem tudok. Ja igen, kéne. Ja ezt tudnám, csak ez kéne ugye. Political power, de nekem olyan nincsen, úgyhogy nem csinálunk ilyet. Jó, azt hiszem kijelenthetem, hogy a... Vagy nem? Most itt mi történik? Nem tudom, mi történik itt. Nem tudom, mi zajlik. Jelenleg össze-vissza vonulászik mindenki mindenhonnan. Jó emberek, vissza, vonuljunk vissza. Ja, most elfoglaltam Valladolidot, de... Ja, semmi. Csak így az előbb meg elvesztettem Leont. Ja, basszus, La Coruña-t vagy Vigót, valamelyiket el kéne foglalnom, de nem tudom. Képtelen vagyok rá. Ez botrány. Sajnos. Kár lenne szépíteni, nem is lehetne nagyon. Mindjárt elvágnak, basszus. Lehet, hogy ezt az egész nyugati izét hagynom kéne itt a francba, itt felőrölnek egyszerűen. Nem. Idáig visszavonulok. Ezt pedig visszavonom. Idáig. Kivonulok abból a térségből, ha tudok. Kérünk emberek, vonuljunk már vissza! Mondjuk Ovidót lehet meg kéne tartani már csak a kikötő miatt is. Basszátok meg. Rohadt németek nélkül semmire nem mennének ezek a nyomorékok, még olaszok nélkül. Miért támadunk emberek? Ne támadjunk, fölösleges. Csak itt fogyasztják a felszerelést. Ott is át fognak törni, csodálatos. Isten, menjetek már oda. Jó, akkor ne menjetek oda. Lúzerek. Jó, Isten. Annyira nincs felszerelésem, hogy az valami hihetetlen. Semennyi nincs. Jó, lehet, hogy mégiscsak rá kéne venni itt egy-két ilyen fókuszra. Weekly War Support, Stability, Game Based War Support. Hát, hogy mire megyek a War Supportokkal, de bassza fasz, jobb ötletem nincsen, jó van. Összeomlottam már megint. Rohadt életbe. Nincs mivel védekeznem konkrétan. És oszlassak fel ilyen hadosztályokat, amelyeknek nincsen harcértéke? Cannot be disbanded. Ja, azért irreguláris haderőket nem lehet feloszlatni. Csak az, hogy a reguláris haderőknek még viszonylag jó a harcértéke. Istenem.
pocsék a helyzet egyszerűen. De egymást nem is csesztetik, vagy csak alig. Közben rájöttem, hogy itt magam alatt vágtam a fát, hogy az ajtó sokáig tartottam meg azt a fallback line-t. Emberek, nem tudunk így békét kötni. Kössünk békét, mindenki menjen haza. Feleséghez, gyerekekhez, már akiknek még megvan. Aztán kész. Értelme van itt ennek. Semmi. Nem bírom egyszerűen olyan gyorsan visszatermelni a fegyvereket, amilyen gyorsan fogy. Képtelenség. Pedig szerintem ha az is rohadt nagy ugye a hiány, de hogyha visszatudnám gyártani azt az elveszett fegyvermennyiséget, akkor akkor szerintem még esélyem is lenne előre nyomulni. Most ugye az a baj, hogy ezek itt, főleg a nacionalisták, a falangisták, azok most kvázi csak a német meg olasz erősítésnek köszönhetik azt a helyzetet, amiben most vannak. Semmi másnak, ezek meg a szovjeteknek. Most nézem, hogy semmi ipari fókusz nincsen itt spanyoloknál. Na mindegy. Ó! Na most egy 200 egységet sikerült újra termelni. Amíg itt egy ilyen nagyobb szünet látszik. Most az a jó, hogy ők is nagyobb fronton vannak kontaktban a republikánusokkal, vagy... Na, megölték az ügynökömet, csodálatos szegény. Tehát a köztársasági erőkkel. Nem tudom miért kommunistázom ezeket folyton, hát végülis 50-50-ben vannak, na mindegy. Tehát a köztársaságpárti erőkkel ők is nagyobb felületen érintkeznek most, így lehet, hogy jobban el vannak egymással. Így talán lesz egy kis esélyem vissza gyártani az elvesztett mennyiséget. Jó, még egy gyárat ráállítunk. Nem mondom, hogy sokkal hatékonyabb lesz így, de ki tudja. 8-10, nagyon lassan, de talán visszanő. Most nézem, manpowerom az nulla. Jézusom! Atya ég! Na, rohadtuk kellene nekem az a political power, mert ez így hosszú távon elég tarthatatlan lesz. Jaj, Isten, amit lehet elszúrok, emberek. Itt ezt a mellékkel tábra mutatja. Na legyen ez a napszemüveges, vagy nem tudom milyen szemüvege van ennek, mindegy. Téged ide küldünk. Építs nekem hálózatot. És busztoljad az ideológiát náluk. Semmi más dolgod nincs. Jó. Hogyha lenne artillery, még hasznát is venném ezeknek a technológiáknak, vagy taktikáknak, amiket én most kikutattak, de mivel nincs ezért, nincs haszna a taktikának sem. Mindegy, abban reménykedek, hogy nem sokára meg lesz ez a political power, a 150, följebb tudom tolni egy tobordási törvényt. És akkor talán lesz egy lélegzetvételnyi esélyem. Na, magyarok felmondták a trianoni egyezményt. Osztrákok meg anslusszoltak egyet. Nekem már igazából az is egy jó pozíció, hogy minden hosszabb időre merevedjenek meg a frontvonalak, az nekem már tökéletes.
megmondom őszintén. De ahogy nézem, a tisztelt nacionalisták sincsenek sokkal jobb helyzetben. Hát mondom, a németek az olasz egységeknek köszönhetik abszolút, hogy ezek ilyen helyzetben vannak. Ja, de itt van némi ipari fókusz, egy darab. Kemény egy darab. Na minden, most várok, hogy legyen 150. Ó, sír. Jó, most elméletileg hatékonyabbak lesznek a hadosztályaim. Emilio Mola. Eltűnt. Ami nem tudom, hogy hol volt, vagy ki volt, de eltűnt. És lényeg, hogy hatékonyabbak lesznek egy kicsivel a hadosztályaim. Nem, toborzási törvény kell, extenzív. Nagyon sürgősen vissza kell pótolnom az emberanyagot is és a lőfegyver mennyiséget is. War supporttal nincs gáz, az tökéletes. Mindent rátolunk a reinforcementsre. 60 ezer ember hiányzik a frontról, most már csak 50, 38 ezer, 35 ezer, 30 ezer. Semminél jobb az biztos. 16 ezer. Most 19 ezer. Ajaj. Ja, már is följebb ment a az army strength. De ez kevés. Lehet, hogy defenzívában maradok egy darabig most, tényleg. Valahogy azt kéne elérnem nekem, hogy be tudjak vonulni vagy Kurunyába, vagy vi Kurunyában kéne bevonulnom, sehova máshova nem, és akkor legalább ezek a rohadt nacionalistáknak is annyi lenne. Kíváncsi vagyok, hogyha kitör a világháború, akkor a németek visszavonják az egységeiket. Ha igen, az nagyon jó lesz. Ezen új fegyvert tudok gyártani. Defense 28, ennek 22, Breakthrough Soft Attack 4 és 9, ennek meg 3 és 6, hát sokkal jobb. Jó, mondjuk ez már automata fegyver, reliability. 90% jó. Piercing 4 és 5. Kicsit több acélt fog elvinni, de nem érdekel. Hogyha ez kell, akkor ez lesz. Miközben ott megint áttörtek egy helyen a fronton. Kurva jó. Mármint nem az. Hát ez egy hülyeség, amit csinálok, de nem tudok más tenni egyszerűen. Lenne lovas hadosztályom, az jó lenne, de nincs. Sajnos, na mindegy emberek, ez már egy jobb pozíció, amiben legutoljára voltunk most. Az a lényeg, hogy legalább egy álló háború szerűséget ki tudtam erőszakolni. Ez már jó dolog. Szóval innen fogjuk folytatni legközelebb. Én mindenkinek megköszönöm, aki velem tartott. Ez itt nem járja emberek, ezt vissza kéne foglalni. Szóval én mindenkinek köszönöm, aki velem tartott, vagy aki utólag meg fogja nézni ezt a videót, remélem nem csalódik. És sajnálom, hogy még mindig nem tudtam megmutatni, mit is tud ez az új kiegészítő. De hát ez van, sajnos. Ennyit tudunk csinálni. Szóval, ja, köszönöm mindenkinek, aki velem volt. Sziasztok!